Nagy szeretettel köszöntöm a Bold Portré ma esti nézőit, és nagy szeretettel köszöntöm Rász Laura Rebekát is, kulturális újságírót, aki elfogadta a mai meghívásomat. És hát egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről szerintem nem beszélgetünk eleget, és azt gondolom, hogy te is így gondoltad, amikor ezt a társadalmi szintű kutatást elindítottad áprilisban, ez pedig az, hogy vannak olyan nők és férfiak is, akik tudatosan úgy döntenek, hogy gyermektelenek szeretnének lenni, és nincsenek is kevesen. Viszont nagyon sok stigma és társadalmi megkülönböztetés érheti őket akkor, hogyha ezt vállalják. És ezt a témát a kutatásodban szeretted volna egy kicsit jobban körbejárni, és erről a kutatásról fogunk beszélgetni, illetve hogy te mit tapasztaltál ez alatt. Hát kezdjük ott, hogy tulajdonképpen a te életedben 2020 elég sok változást hozott, hiszen 2020 elején indítottad el a saját portálodat, a Közelítőt, aminek pont a társadalmi érzékenyítés a célja. Honnan jött az ötlet, mióta bujkált benned, hogy szeretnél egy ilyet elindítani? Azt hiszem, hogy évvégén, tehát tavaly évvégén fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék egy saját platformot indítani. Talán azt el lehet mondani, hogy ez a médiaiskolának a záró vizsgája is volt egyben, tehát én ezt a két dolgot összekapcsoltam. Azt talán még én magam sem gondoltam, hogy aztán ez ennek akkora siker lesz, vagy el tud indulni a maga útján, és teret tud adni egy olyan társadalmi kezdeményezésnek, amit te is említettél. És azok a témák, amelyekkel én már foglalkoztam a közelítő.hu-n, ilyen ugye a pilot projekt, az autizmus kérdése, és ilyen az a projekt, amiről most is beszélgetünk, meg egyébként még van egy hosszú listám azokról a témákról, amiknek szeretnék utána járni, aminek szerintem érdemes utána járni, hogy bőven van miről beszélni, és azt gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség elindítani egy ilyen kezdeményezést. Részben azért, mert engem személy szerint is érint, hogy kik ezek a nők, és hogy ők honnan jönnek, miért döntöttek úgy, hogy gyermekmentes életmódot folytatnak, és az is nagyon érdekelt, hogy vajon mi az ő megélésük, és hogyha kapnak-e ezért bármilyen bántást, vagy éri őket emiatt bármilyen hátrány, mik azok, illetve mik az előnyei egy olyan vállalásnak, vagy egy olyan döntésnek, hogy valaki gyerek nélkül szeretné élni. Ugye az a mottód a Közelítőn, hogy közelről nem is olyan ijesztő, és valahol én ezzel nagyon tudok azonosulni, mert nekem a borportréban is hasonló az elképzelésem, hogyha bárkivel le tudunk ülni, és tudunk egymásnak adni egy órát, hogy őszintén és nyitottan beszélgessünk, akkor sokkal közelebb kerülhetünk egymáshoz, és akár olyan dolgok is sokkal elfogadhatóbbá válnak, amire lehet, hogy elsőre azt mondjuk, hogy hú, ez tőlem nagyon távol áll. Így van, és tehát ezen a listán azért olyan témák is szerepelnek, amikről nem beszélünk eleget, vagy nem beszélünk egyáltalán, vagy amelyekhez negatív érzések, gondolatok, netalántán tabuk kapcsolódnak. És ugye a tabusított dolgok, vagy a marginalizáltnak tekinthető társadalmi jelenségek azért általában olyanok, hogy ne bolygassuk, ne foglalkozzunk vele, ne beszéljünk róla, jobb, hogyha a szőnyeg alá söpörjük. Ugyanakkor ez olyan feszültségeket generálhat egyéni szinten, családi szinten, társadalmi szinten, itt konkrétan például ennél a projektnél és a tudatos gyermektelenségnél, ami aztán nem jó, hogyha olyan formában robban, ha egyáltalán robban, hogy annak káros hatásai vannak, lesznek, illetve hát életek tudnak megnyomorodni csak amiatt, hogy erről nem lehet beszélni, vagy hogy ennek nagyon negatív a társadalmi megítélése, és hogy hozzuk közelebb ezt a jelenséget, és ugye ez nem egy újkori jelenség, tehát olyan nők mindig is voltak, akik tudatosan úgy döntöttek, hogy nem vállalt a gyereket, az más kérdés, hogy régebben egészen másmilyen volt az élet, akár néhány évtizeddel, vagy néhány évszázaddal ezelőtt, és hogy erről nem illet beszélni. Egyébként volt egy olyan interjú alanyom, aki azt mondta, hogy ő most 54 éves, hogy az ő idejében, amikor ő fiatal volt, erről nem illet beszélni, tehát ezt a szót használta, hogy illik, nem illik.
és hogy milyen jó, hogy ezt meg lehet tenni. És nagyon-nagyon sokan azt úgy érezték, hogy most meg lehet tenni, hogy van valaki, aki leül velük, meghallgatja őket, és ami nagyon fontos, hogy előítéletek nélkül hallgatom meg őket, és akkor mesélnek az életükről. Tehát ez tényleg olyan volt, mintha egy ilyen szelet kinyílt volna, vagy hogy egy ilyen nagy elfolytás és lefolytás után végre szóhoz jutunk mi is, végre a mi hangunkat is meghallják, végre mi is láthatóak leszünk, és láthatóak lesznek, és nem ijesztőek, és akkor ez majd nyilván további kérdésekhez vezet, hogy miért nem ijesztő ez a jelenség, vagy miért nem kell tőlük félni. És hát most a következő egy órában is ennek fogunk hangot adni, és segítségként van is velünk egy-egy palack finom bor, mind a kettőnknél ugyanaz, de mielőtt a borról beszélnénk, és nem is én fogok róla majd mesélni, hanem Rémai Tamás, aki küldte nekünk, ez egyébként a Cult of Wine-nak a Szirén Fantázia nevű 2012-es Cabernet Franc-ja, hogy hogyan állsz a borokhoz. Mert amikor telefonon beszéltünk, akkor mondtad, hogy szereted a borokat, és annyira szereted, hogy még bortanácsadói képesítésen is gondolkodtál. Borszakértői kurzusra jártam, de ezt mindig picit félre mondom, ráadásul ez egy felsőfokú képzés volt. Végül is a záróvizsgákat nem tettem le, és ezt azért nagyon sajnálom, hogy nagyon szeretem a borokat, és nagyon szeretem magát a borkóstolást, hogy nézegetjük, szagolgatjuk, illatoljuk, elkóstoljuk, elmondjuk róla a véleményünket. Nekem gyerekkorom óta van egy migrénem, illetve egy migrénre való hajlamom, és sajnos az alkohol, a bor ezt provokálja, úgyhogy én sajnos nem tudok annyit inni, amennyit igazából szeretnék, és emiatt sem tudtam aztán komolyabban ezzel a pályával, hogy borszakértői foglalkozni, mert ennek egyetlen egy titka van, és ezért mondom mindig félve, hogy én jártam egy borszakértői kurzusra, mert gyakorolni, vagyis inni kellene, én meg ezt sajnos nem tudom megtenni. Én nagyon örülök ennek a Cabernet Franc-nak, mert egyébként régebben voltak ilyen nagy kedvenceim a Cabernet Sauvignon, a Pinot Noir és a Syrah, tehát ezek ilyen korszakok voltak, és valahogy az utóbbi időben inkább Cabernet Francokat emeltem le a polc. Most úgy látom, hogy egy pillanatra megszakadtunk, úgyhogy annyit addig hallottam, hogy Cabernet Francokat emeltél le inkább a polcról. Igen. És kedvenc borvidékem, az egyik kedvenc borvidékem Villány, és az volt a gondolatom végül, hogy nagyon örülök, hogy onnan egy ilyen szép bort választottál nekem. Hát nem is én választottam, én csak a pincészetet választottam, aki választotta nekünk a bort, ő Rémai Tamás, és ő küldött is egy kis videóüzenetet, ahol elmeséli, hogy mit kell tudni a szirénről, úgyhogy ezt mindjárt én be is játszom, és hallgassuk meg, hogy mit mesél róla. Üdvözlök mindenkit, Rémai Tamás vagyok, a Cult of Wine Villány művészpincéből. A mai estén egy Cabernet Franc Sirén 2012-t fogunk kóstolni. A franc egy francia fajta. Már az 1600-as években ismerték Észak-Kelet Franciaországban. Csak a későbbiekben, a 18. századtól kerül a híres bordói borvidékre. Köztudottan a nagy bordói blend egyik alkotóeleme a Merlot és a Sauvignon mellett. Magyarországon több borvidéken is találkozhatunk a Cabernet Franc-nal. Az Egri borvidékek, a Soproni borvidék, az Egyek-Budai borvidék mind kiváló francokat hoz. De számomra a legnagyobb prémium francok azok mindenképpen Szekszárdról, és ha még jobban lehet szűkíteni, akkor Villányból érkeznek. Ha már francia fajtákról beszélgettünk, a kiskutyám is idejött, hát ő is benne lesz akkor ebbe az előadásban. Azt szoktam mondani, hogy amíg a Sauvignon a Marsról érkezett, addig a Franc mindenképpen a Vénuszról. Mégpedig a Sauvignon az egy maszkulin, az egy igazi férfias bor, addig a Franc egy kicsit nőiesebb, egy kicsit érzelmesebb. Hát kezdjük a kóstolót, de mielőtt bármilyen kóstolást elindítanánk, nagyon fontos arról is beszélni, hogy ezeket a borokat elő kell készíteni. Fontos, hogy megszellőztessük, dekantáljuk őket, illetve az, hogy megfelelő hőfokon szervírozzuk. A nagykönyvben a 17 fok van meghatározva. Az én tapasztalatom, hogy az ilyen típusú boroknál ez alacsony, nagyon alkoholossá teszi,
a borokat is nem tudnak megnyílni. Sokkal szerencsésebb, magasabb hőmérsékletre felengedni, megcélozni mondjuk egy 20 fokot, 19-20 fokot, ahol a bor már meg tud nyílni, és az alkohol mellett megjelennek ezek a gyümölcsös ízei is. E nemes tedő nem véletlenül utal a szirénekre, mivel már első kóstolása után rabul ejti áldozatát. Tehát 100% Cabernet Franc fajta bor. A színe az mélyvörös, mély bíbor, sötét tónusok. Annyira nem sötét, mint egy Sauvignon, de ugye átláthatatlan. Az illatvilága földi eper, illetve fekete erdei gyümölcsök, és a mélységben egy kis szilvát érzek. Ha mozgatjuk, ugye megjelennek az oldalfalon a templom ablakok, nagyon szép ívesek, és az ízben hát ez egy gyümölcsbomba. Mondhatnám elérzékenyít, de másodlagos ízekben nagyon füstös ízeket érzek. Igen, ezek dohányos ízek. Illetve egy kis gombát, egy gombás ízt is lehet felfedezni. Gyönyörű tétel, tényleg csak ajánlani tudom. Egy nagyon elegáns bor. Egészségünkre. Hát akkor egészségünkre. Na jó, ezt a szakértői szövegelést hallgatni a borról, és látod, én kicsit rusztikusan ejtettem a fajta nevét. De ilyenkor annyira jó, én azt annyira szeretem, hogy azt érzem, hogy ezt most nekünk meséli, hogy ezt most nekünk készítette, nekünk választotta a mi beszélgetésünkhöz, és ugye ez is egy nőies bor, és hát tulajdonképpen itt most elsősorban a gyermektelen nőkről fogunk beszélni, de később te is a kutatásodat kibővítetted, és már férfiakkal is beszélgettél, de én mindig szeretem a beszélgetéseket így az alapoknál kezdeni. És szerintem tök fontos az definiálni, hogy pontosan kik is azok a tudatosan gyermektelen nők és férfiak, mert az, hogy gyermektelen, az még valamelyest szerintem mindenki számára érthető, bár annak is ugye sokféle ága lehet, hiszen lehet, hogy valaki nem szült biológiai jelenleg gyermeket, de mégis nevel gyermeket, tehát hogy ők például beletartoznak abba a körbe, akiket te kutattál, de az, hogy tudatos, az pontosan mit jelent? Igen, azt hiszem, hogy ez tényleg egy nagyon fontos kérdés. Egyébként olyan nagyon 100%-ig irányadó megnevezése nincs, mert én is használom a gyermekmentes, gyermektelen, a tudatos jelző után, talán az angol kicsit jobban kifejezi, hogy ott van ugye a child free, a mi témánk szempontjából azt jelenti, aki gyermekmentes, tehát aki tudatosan nem vállal a gyereket, és van a child lesz, aminek szintén számtalan oka lehet. Ugye az én kutatásom szempontjából az valóban nagyon fontos volt, hogy engem azok a nők és az ő történetük érdekel, akik vagy úgy döntöttek egy életük adott pontján, vagy egy folyamat eredményeként jutottak el arra a felismerésre, vagy egész egyszerűen mindig is úgy alakult, vagy úgy alakították az életüket, hogy annak nem része a gyermek. Tehát itt én ugye nem azt vizsgálom, amikor valamilyen biológiai oka van annak, hogy valaki nem tud gyermeket szülni, tehát nem a meddőséget és az egyéb ilyen fizikai, testi vagy lelki háttérokokat kutatom, hanem amikor valaki erre képes lenne, de úgy dönt, ilyen vagy olyan oknál fogva, hogy nem. Tehát ez egy tudatos élet
vezetés, egy tudatos életmód. Szoktuk is erre azt mondani, hogy child-free életmód, child-free életvezetés. Említetted, hogy ugye neked is, tehát hogy azért kezdett el érdekelni ez a téma, mert hogy neked is van személyes érintettséged, én ezen nem is akarok rugózni, de akkor ez azt jelenti, hogy te is ezt az életformát választottad. Igen, igen, hát nálam ez egy hosszú folyamat eredménye volt, amikor ez itt bennem kiépülve, és azért is, amikor ezt meg tudtam magammal fogalmazni. Igen. És téged érte bármilyen bántás, vagy negatív hozzászólás ezzel kapcsolatban? Ezzel kapcsolatban nem. Tehát én szerencsére abban a kisebb százalékban esek, akik ezzel nem találkoznak. Nyilván azt nem tudom, hogy a környezetemben lévők, mondjuk egy munkahelyi közegben ehhez hogy viszonyulnak. Face-to-face nincs tematizálva, nyilván egyébként mindenkiről azt gondolnak, hogy azt mondanak az emberek, amit szeretnének. Tehát nekem ezzel az életmóddal kapcsolatban nincs kifejezetten negatív tapasztalatom. Egy párkapcsolat, vagy egy ismerkedés folytatásának lett ez akadálya a közelmúltban, amikor kiderült, hogy az illető, akivel elkezdtünk egymással ismerkedni, ő mindenképpen szeretett volna, ő mindenképpen gyermekkel képzelt el az életét, én pedig ugye pont nem. És nagyon úgy tűnt, hogy amennyire erős bennem az az elhatározás, hogy én nem szeretnék, ő ugyanilyen erősen vágyott rá, és aztán ez inkább az én döntésem volt, hogy akkor ne folytassuk, mert hogy ez tényleg egy olyan kérdés, amiben nincs kompromisszum, tehát vagy van gyerekünk, vagy nincs gyerekünk, és aztán később ez nyilván konfliktusokhoz vezethetett volna. Azt sose látjuk, hogy mit hoz a jövő, de eleve úgy belemenni egy kapcsolatba, hogy azért egy ilyen alapvető kérdésben a felek nem gondolkodnak egyformán, azért én a kritikusnak értem. Hogyan történt a kutatásod? Mi volt a módszertanod? A kutatás alapvetően két elemből állt, vagy áll, mert ezeket még nem zártam le, és egyébként mindaddig, amíg az anyagot a nyomdában nem adjuk, én azt gondolom, hogy meg is hagyom a lehetőséget, hogy aki még szeretne élni azzal, hogy beszéljen erről, vagy kitöltse a kérdőívet, az meg tudja tenni. Tehát az egyik lába a kutatásnak az volt, hogy összeállítottam egy online kérdőívet, ami teljes mértékben anonim. Itt kíváncsi voltam arra, hogy a kitöltők ilyen demográfia és egyéb szempontból kik, hogy egy picit be tudjam őket azonosítani. És beletett egyébként? Tehát van egy meghatározható, mondjuk társadalmi réteg, vagy iskolázottsági szint, vagy lakóhely, vagy nem tudom, átlagkereset, ami alapján így körvonalazódik, hogy kik hozzák meg ezt a döntést, vagy nagyon vegyes a kép? Nagyon vegyes a kép. Ha az életkort nézem, akkor szerencsére elég nagy a merítés, mert a 18 éves korosztálytól egészen a 60 pluszosokig kitöltötték a kérdőívet. Tehát, hogy de akkor bocsáss meg, de van olyan 18 éves fiatal lány, aki már tudja, hogy ő nem szeretne gyereket. Így van, tehát 18-25, aztán 25-30, és így ötösével felfelé, meg 60 plusz, így adta meg a kategóriákat, és igen, egyébként ez engem is meglepett, hogy nyilván ez már egy más generáció, mint az enyém, és hogy engem például ez meglepett a kutatás során, hogy igen, a 18 évesek vagy a 21 évesek is nagyon éretten, felelősségteljesen tudnak gondolkodni a saját életük, a saját sorsuk alakításáról, és volt is több 20 éves interjú alanyom, de az abszolút rekordot, ha lehet így mondani, azt egy 18 éves fiatalember hozta, vagy ő döntötte meg, tehát vele is volt egy beszélgetésem, tehát ő volt egyébként a legfiatalabb interjú alanyom. Olyan szempontból, ami egy picit rá tud arra mutatni, hogy kikről beszélünk, talán egy adatot kiemelnék, és ez a,
ez az iskolázottság kérdés, amit te is kérdeztél, mert itt 70%-ban olyan nőkről beszélünk, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Ami még egy szignifikáns adatnak tekinthető, hogy mi ezeknek az embereknek a családi állása vagy státusza, és ez egy nagyon, nagyon beszédes adat, hogy ezen nők több, mint kétharmada, mert most már 70% körül jár az ő arányuk, akik házasságban vagy párkapcsolatban élnek, tehát ez egy viszonylag nagy szám. A legtöbb kitöltő, ez majdnem 50% ami a havi nettó egyfőre jutó keresetet illeti, ők a 200 000 kötője 400 000-es kategóriába tartoznak, és közel 50%-uk Budapesten él, és akkor a többi nagyjából megoszlik a nagyváros és kisváros, illetve külföldi és egyéb kisebb települések között, az talán nem annyira jellemző, vagy nem annyira meghatározó. És hogy nagyon magas arányban, 70% fölött ezek a nők szellemi munkát végeznek. Nekem két dolog jutott eszembe ezekről az adatokról. Az egyik az, hogy számomra az meglepő, hogy ennyien vannak párkapcsolatban vagy házasságban. Tehát, hogy bennem ott volt, hogy biztos ez egy meghatározó vagy vezető ok lehet, amiért egy nő nem vállal a gyereket, hogy mondjuk nem találta meg azt a férfit, akivel leélni az életét. De ezek szerint nem erről van szó. Így van. Egyébként ez engem nagyon meglepett szintén, és végtelenül örülök is neki. Egyfelől azért, mert talán leszámolhattunk egy szintén elég bántó vélekedéssel, vagy sztereotípiával, ha lehet ezt annak nevezni, hogy én azért azt érzékelem, hogy többségében úgy gondolkodunk a gyermektelen nőkről, jaj, hát ők azok, akik senkinek nem kellettek, hát persze ezért nincs gyerekük, mert nem volt, aki csinált volna nekik gyereket, így csúnya szóval kifejezve, de egyáltalán nincs erről szó. És azért is örvendetes ez az adat, mert azért ez azt jelzi, hogy egy ilyen döntéssel, amiről pár gondolattal előbb beszéltünk, hogy azért ez mégis egy meghatározó része az ember életének, és nem is mindig könnyű ezen tényező nélkül sem feltétlenül párt találni, de hogy azért ez tud nehezítő tényező is lenni egy párkeresésnél, vagy párkapcsolatban, és hogy itt egymásra tudtak találni azok az emberek, akik erről hasonlóképpen gondolkodnak. És egyébként, ha most így visszagondolok, egy-két kivételtől eltekintve, akikkel leültem beszélgetni, ez nagyságrendileg 40 ember, ők mind párkapcsolatban, és többségük házasságban él. És egyébként volt szerencsém interjút készíteni egy házas párral is, tehát hogy a pár mindkét tagjával tudtam beszélgetni erről. Ugye azt te is mondtad, hogy ez egy olyan kérdés, ami azért, hát nehezen van kompromisszum, tehát gyerek vagy van, vagy nincs, tehát hogy félig gyerekek nem szoktak születni. De hogy volt esetleg olyan, akikkel beszélgettél, amikor mondjuk valaki a társadalmi nyomásból, vagy a párjának való megfelelésből mégiscsak vállalt gyereket, és később mondjuk azt mondta, hogy ő ezt megbánta. Nyilván ez egy nagyon erős kijelentés, vagy bátor kijelentés, ha valaki ki tudja azt mondani, hogy megszületett ez a gyerek, de én ezt megbántam, de volt-e ilyen? Hát, mivel ugye a projekt a gyermektelen nőkkel foglalkozik, ezért olyanok töltötték ki, és olyanok jelentkeztek az interjúra, akiknek most sincs gyerekük. A kérdés olyan szempontból nagyon is releváns, és örülök, hogy feltetted, mert ez szintén egy tabu téma. Szinte biztos vagyok benne, hogy sokkal inkább tabu téma, hogy egy nő szül egy gyermeket, és nem tud azonosulni az anya szerepe, nem tud ebben feloldódni, nem találja magát, és megbánja. És akkor az megint egy kérdés, hogy vajon hány nő, vagy kik azok a nők, akik legalább önmaguknak ezt bemerik ismerni, és aztán valószínűleg még sokkal kevesebben vannak, akik erről beszélnek, esetleg segítséget kérnek hozzá.
De ez még a legelső körben volt, mert ugye a kérdőívet először zárt Facebook csoportokban osztotta meg, ezek főleg tematikus női csoportok voltak, illetve aztán a gyermekmenteseket tömörítő Facebook csoport, és rögtön a legelső körben egy hölgy ott a plénumom, még akkor is, hogyha egy zárt Facebook csoport azt írta nekem, hogy noha nekem van gyerekem, de én még mindig annak a nőnek érzem magam, aki sose akart. És akkor zárójelbe tette, hogy van ugyanúgy kölköm, idézett, de nem lett több. És hát annyira mellbevágott ez a mondat, hogy nem is, tehát el kellett olvasnom még egyszer, hogy jól látom-e. Tehát az, hogy egy ilyen gondolatot valaki megfogalmaz, ezt leírja, és hát nyilván újságíróként iszonyatosan érdekelt, hogy ki lehet ez az ember, úgyhogy ő volt aztán a legelső interjú alanyom, vele beszélgettem ugye Messengeren, részben a Covid miatt, részben a fizikai távolság miatt, mert ő Olaszországban él, és nagyon-nagyon érdekes volt az ő életútját végig kísérni onnan, hogy sosem akart. Az életformája is olyan volt, ő korábban énekesnő volt, éjszaka élt, éjszaka ment haza, éjszaka olvasott, akkor élt nappal aludt, és hogy iszonyúan meg volt elégedve azzal az életvitellel, amit ő folytatott, és egy véletlen folytán végül is teherbe esett. Most a véletlen alatt ugye azt értem, hogy az ő elmondása szerint volt egy viszonylag nagy tumor, tehát egy nőgyógyászati problémája, ami miatt azt mondta neki az orvos, nem kell foglalkozni a védekezésem, mert maga úgysem esett teherbe, és hát azért, ahogy lenni szokott, teherbe esett, és elmondta nekem, hogy ő ezt el akarta vetetni, nem is akarta a férjét ebbe a döntésbe beleavatni. Hazajött, hogy beszélgessen a barátaival, ők elküldték egy kineziológushoz, nem tudjuk, hogy ott történt-e valami, vagy egyszerűen csak valami egy ponton neki bekattant, mert azzal a céllal jött haza, hogy ezt elmeséli a barátainak, és aztán visszamegy Olaszországba, és megcsináltatja az abortuszt. És végül is valami bekattant nála, és azt mondta, hogy na jó, megszülöm. De ez a kettőség, hogy oké, van gyerekem, nevelem, de hogy én még mindig egy olyan nőként tekintek magamra 10 év távlatából, akinek nincs, és aki sosem akar. És az azért nagyon becsületre méltó bennem, hogy ő tökéletesen felmérte azt, hogy ennek a terhét viszont nem zúdíthatja rá a gyerekre, mert ahogy ő fogalmazott, ez a gyerek nem kért ide jönni, és hogy ő pedig tehát nem akarja a saját döntési következményeinek azt a gyereket kitenni, úgyhogy beleáll az anyaságba és csinálja, de nap mint nap megküzd azzal a képpel, ami saját magában önmagáról él benne, és azzal a képpel, ami a valóság, hogy nevel egy gyereket most már 10 éve. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon megrendítő beszélgetés volt, és azért azt gondolom, hogy ez is egy releváns téma, egy nagyon-nagyon érzékeny téma. Most már egy picit úgy belementünk abba, hogy milyen okok lehetnek a mögött, hogy valaki úgy dönt, hogy tudatosan nem vállal a gyermeket. Például az, hogy mondjuk van egy olyan életvitele, amit nagyon szeret, és ő ezt mondjuk nem szeretné megváltoztatni egy gyermek miatt, mert nagyon boldog. Milyen más indokokat vagy okokat soroltak fel, akár a kérdőívet kitöltők, nem tudom, hányan töltötték ki a kérdőívet? 850-nél tartunk jelenleg, úgyhogy úgy, a szociológus szakértő szerint reprezentatív a kutatás, aminek egyébként én nagyon örülök meg. Ez tényleg azt jelenti, hogy az ember kap egy rálátást, vagy kap egy képet erről, meg azért azt is jelzi, amire utaltam neked korábban, hogy az emberek nagyon fontosnak tartották, hogy kitöltsék, nagyon örültek, hogy valaki ezzel foglalkozik, és tényleg ez a majdnem 40 ember, ez teljesen önként magától jelentkezett, hogy elmesélj a történetét, tehát volt ez iránt egy iszonyú nagy érdeklődés, én így tapasztaltam. És tehát, hogy a kérdőívben én tehát úgy, ezt a kérdést úgy építettem fel, hogy én megadtam előre 9 kategóriát, hogy anyai ösztönhiánya, nem akarom feladni a kényelmes, jól működő életemet erre a világra, erről majd esetleg beszélhetünk, hogy ugye ez mi mindent foglalhat magában, karrierokok, anyagi okok, trauma, gyermekkori trauma, rettegés a szüléstől. Én azért itt megadtam azt is, hogy megfelelő társ hiánya, ezen egyébként lehet vitatkozni, hogy ez most mennyire tudatos, hogyha valaki emiatt
Ha valakinek amiatt nem lesz gyereke, mert nincs párja, szerintem azért ez is egy tudatos döntés, hogy azért jó esetben egy gyereknek anyára is és apára is ugye szüksége van. És akkor volt még egy ilyen kategória, hogy féltem a testem, és megadtam egy egyéb kategóriát, ami, hogyha ezeket, tehát a válaszok közül ezekben nem volt bepasszintható, akkor ki tudják ott fejteni a véleményüket. És ez az életvitel kérdés, amit te felvetettél, ez egyébként a második leggyakrabban megjelölt ok volt a kutatás szerint, tehát nagyon sokaknál ez volt a legerősebb ok, és itt azért hadd mondjam el, hogy igen, én tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen döntést meghozni, hogy már pedig nem én gyermek nélkül élem az életemet, ennek rendkívül sokféle oka lehet, és én tudom, hogy nem lehet egy okot megjelölni, úgyhogy én azt kértem a kitöltőktől, hogy a legerősebbe, tehát mégis ami úgy elsőre beúszik, vagy amire azt mondom, hogy ez a legerősebb ok, és aztán persze van több is, úgyhogy így azért kialakult egy sorrend. És akkor ez volt a második, az életvitel, és mi volt az első? Az anyai ösztönök hiánya, amit rengeteg féleképpen megfogalmaztak a kitöltők is, meg az interjú alanyai is ebbe, és szintén... Tudsz mondani egy pár példát, hogy miket soroltak fel? Igen, és ez kicsit rezonál arra is, amit kérdezte, hogy 18 éves emberek, és az a helyzet, hogy igen, hogy az interjú alanyaink között is sokan voltak, meg a kitöltők között is, akik ezt úgy fogalmazták meg, hogy sose akartam gyereket, és akkor ebben a sosemben, ebben benne van, hogy már gyerekként sem jöttek ki jól más gyerekekkel, nem tudtak nagyon kapcsolatot létesíteni. Az első barátságaik már akkor keletkeztek, amikor bizonyos értelmi szinten voltak, tehát mondjuk kamaszkorban is később. Volt egy nagyon... nagyon jó pofa stílusú interjú alanyom, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy én az az arc vagyok, aki már az anyám méhében is tudtam, hogy nem akarok majd gyereket, mert hogy idegesítik őt a gyerekek, és 7 percnél tovább nem bírja velük, és hogy ő is azt fogalmazta meg, hogy csak bizonyos kognitív szint fölött képes arra, hogy jól érezze magát bárkivel is. Aztán volt, aki kicsit erőteljesebben fogalmazott, és azt mondta, hogy mondjuk neki terhes hasfóbiája van, vagy akinek, vagy aki hát így fogalmazott, ez szintén egy idézet, ezt is többen mondták, hogy ez az egész terhesség, szülés, szent háromság, ez tőlük teljesen távol van, ezzel ők nem tudnak azonosulni. Volt, aki azt írta, hogy egyszerűen azt nem tudja elképzelni, hogy az ő testében fejlődik egy másik élet, és hogy ő már ennek a gondolatától sem érzi jól magát. Aztán olyanokat is megfogalmaztak, hogy nincs bennük ez a gondoskodási ösztön, nincs arra késztetés, hogy anyákká váljanak. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy ezer okot fel tudna sorolni, hogy miért nem akar, de hogy egyet sem tud mondani, ami... Tehát, hogy egyszerűen az az érzés nem jött el nekik, amit egyébként a kívülálló gyakran mondanak, hogy jaj, majd, ha lesz egy megfelelő párod, vagy majd, ha bennő a fejed lágya, vagy majd úgyis meggondolod magad. És hát 30-40-50 éves interjú alanyaim egyszerűen nem jött el ez az érzés. Úgyhogy ilyen válaszok. Mondtad még azt is, hogy volt egy olyan kategória, és hogy arról érdemes egy picit beszélni, és ez engem is érdekel, hogy erre a világra nem akarok gyereket szülni. Itt miket értettek alatta, vagy kifejtették ezt részletesebben? Igen, és ez előjött egyébként az interjúk során is. Tehát ugye nyilván így primérben adná magát ugye a környezetszennyezés, a klímakatasztrófa, hogy az egész projektet ráadásul a COVID kellős közepén indította el, tehát a mindenféle járványok, a mindenféle betegségek, de ezt egészen nagyobb kontextusban is értelmezhetjük, hogy egyszerűen milyen társadalomba szülnék, milyen társadalmi, gazdasági, politikai viszonyok közé érkezne az a gyerek. Hogy nagyon sokan azt fogalmazták meg, hogy nem halad jó irányba a világ, és visszatérve a környezettel kapcsolatos, a klímaszorongás, ez is egy viszonylag új keletű szó. Valaki azt mondta, hogy most szülne gyereket,
akkor elképzelt, hogy az ő gyereke már 10 milliárd másik emberrel kellene, hogy megküzdjön az ivóvízért, például a levegőért. De ugyanúgy a politikai környezettől sem sokan tudják elvonatkoztatni a gyerekszülés témáját. Mennyire coming out egy ilyet felvállalni szerinted? Akár a szűkebb környezetet felé, akár a tágabb környezet felé? Igen, volt neki, ezt pontosan így fogalmazta meg, hogy olyasmi lehet, mint amikor valaki meleg, és akkor megvallja a családjának, a barátainak itt-ott-amott, és kiáll, hogy elmondja. Tehát, hogy hasonló állomásokon megy keresztül, és ez is nagyon gyakran visszaköszönt, főleg az online kérdőívek vonatkozásában. Ugyanis egyfelől vannak azok, akiknek a saját szülei a mai napig nem tudják, hogy neki sose lesz gyerekük, és vagy kitérő választ adnak, vagy elmismásolják a dolgot, hogy egyszerűen, és számomra azért elég megrázó volt, hogy nagyon sok ember nincs olyan kapcsolatban a szüleivel, hogy ezt elmerje nekik mondani. Mert egyszerűen félnek a reakcióiktól. És aztán, akik elmondták, hát ők aztán leírtak hosszú-hosszú oldalakon keresztül, hogy reagál rá a család is. Egészen onnan, hogy kiakadtak, kiabáltak vele, próbálták meggyőzni, nem vagy te normális lányom, minden nőnek szülnie kell, gyerek már pedig kell, egészen addig, hogy szül csak meg, mi majd felneveljük. Volt, akit kiközösítettek a szülei, volt, akit kilakoltattak, mert a lánytestvére gyereket várt, volt, akinek az elmeállapotát kérdőjelezték meg, tehát, hogy egészen megrázó reakciókkal lehet találkozni. És most, hogy így olvasgattam adás előtt a kitöltők válaszait, szintén van egy visszatérő elem, és szerintem ez is nagyon elgondolkodtató, hogy nagyon sokan úgy élik meg, mintha a szüleik felé tartoznának valamivel, azzal, hogy unokákat produkálnak. Tehát mintha ez egy ilyen vélt vagy valós elvárás lenne a szülők részéről, hogy mikor jön már az unoka. És nagyon sokan megfogalmazták, és szinte szó szerint ugyanazt írták le, mert a legvégén megkérdezem, hogy ezt az álnaív kérdést felteszem, hogy megbánta-e döntését, ha igen, miért, ha nem, miért nem, és akkor itt volt arra lehetőség, hogy kifejtsék a véleményeket. Szóval itt azért előjön az, hogy nem bántam meg, teljesen jól vagyok ezzel az életvitellel, egy valamit sajnálok, egy valami miatt van bűntudatom, hát, hogy a szegény édesanyám, mert az én édesanyám az egy nagyon jó anya volt, és egy csupa szívember, és hogy én nem tudom neki megadni az unokát. Az jutott eszembe, hogy most beszéltünk már arról, hogy egy ilyen döntés esetében ugye milyen fontos, hogy meglegyen az összhang a párunkkal, tehát, hogy ő is ugyanazt az életformát szeresse, vagy ő is szeressen gyereket, vagy ne szeressen gyereket, hogy milyen fontos, hogy a szüleink, vagy a családunk ezt el tudja fogadni, vagy megértő legyen ezzel kapcsolatban. És nekem eszembe jutott az, hogy vajon a barátok hogyan reagálnak erre. Tehát én nekem az, most már én is azért kezdek abban a korban lenni, nem is csak kezdek, amikor már ugye sokak megházasodtak, sokaknál van gyerek, akár több gyerek is, és látom azt, hogy sok esetben akinél születik gyerek, és akinél meg nincsen gyerek, picit más irányba, más utakon mennek tovább, és a gyerekesek együtt bandáznak, és a nem gyerekesek meg valahogy kiszorulnak ebből a körből, hogy mennyire tudja mondjuk megérteni, vagy tolerálni egy gyerekes barát, hogyha van egy barátnője, vagy barátja, aki azt mondja, hogy figyelj, én nagyon szeretem a te gyerekedet, de én biztos, hogy nem fogok saját gyereket vállalni. És mekkora a szerepük a barátoknak ebben? Tehát a kutatásom alapján azt mondhatom, hogy igen, ez nagyon gyakran így zajlik, ahogy te is elmondtad. Tényleg csak egy fél gondolat erejéig az előző kérdéshez visszacsatolva, mert ez vonatkoztatható ide is. Természetesen azért nem minden szülő érthetetlen, vagy nem minden szülő
olyan, aki nem fogadja el a gyerekét. Nyilván a teljes kép kedvére elmondom, hogy azért természetesen látok jó példákat is, ahol tényleg ez a feltétel nélküli szeretet tud működni, hogy jól van gyerekem, hogyha te így érzed magad boldognak, vagy hogyha úgy gondolod, hogy ez a te utad, akkor rendben van, legyél boldog így, ahogy vagy. Ugyanez elmondható egyébként a barátokról is. Vannak, akik azt mondják, hogy hát neki azért azok a barátai, akik, mert ismerik őt, szeretik őt, és elfogadják úgy, ahogy ő van. Aztán ez egy ilyen szerintem egy nagyon vicces kis mondat, amit az egyik úgy fogalmazott meg, hogy a barátai mind elfogadták, és megértenek, a haverokat meg már rég felemésztette a csok szellem, úgyhogy őket meg. Tehát egy kicsit ilyen vízválasztó is ez a kérdés, hogy meg tud-e maradni az addigi kapcsolatunk, tud-e ez a barátság tovább működni, úgyhogy neked van gyereked, nekem pedig nincs, és nem is lesz. És hát sajnos az is egy visszatérő motivum volt, hogy vagy rámennek barátságok, hogy egyszerűen megváltozik a barátság minősége. Például olyan egyszerű oknál fogva, hogy mondjuk a gyerekeseket már nem biztos, hogy érdekelnék a gyermekmentes programok. Uh-huh. Akkor sem, ha meg tudná oldani, hogy valaki vigyázzon a gyerekre. És azért főleg az első években az egyébként biztos piszok nehéz lehet egy anyának meg apának megoldani, hogy bárhova is el tudjon szakadni, vagy hogy egyetlen egy 5 percig értelmes beszélgetést tudjon a barátaival lefolytatni, úgyhogy nem szaladgálott a gyerek, nem kell rászólni, hogy ne éppen a gyerek ki akarja magát vetni az ablakon, stb. Tehát, hogy nyilván vannak ilyen nehézségek is, de hát volt olyan interjú alanyom, aki azért is hívott fel, hogy szeretne erről beszélni, mert a szülei nem értik meg a döntését, állandó konfliktus forrás ez közöttük, és egyszerűen nincs olyan közege, ahol erről beszélhetne nyíltan, vannak barátok, és ott is most már szülőkről beszélünk, mert megszületik egy vagy két gyerek, és egyszer nem tud velük erről beszélni, mert kicsit úgy érzi, hogy kiközösítik, vagy kikopik ezekből a programokból, vagy egyszerűen nem értik meg. És ami egyébként nagyon érdekes, hogy olyanról is beszámoltak, hogy mintha a gyerekesek részéről azt éreznék, hogy kicsit irigyek azokra, akiknek nincs gyerekük, mert hogy a szabadság, a függetlenség, a hobbi, a munka, a magánélet, tehát hogy az életük nem korlátozódik le, nem helyeződik egy olyan teher alá, amit egy gyerek érkezése jelent. Itt mondtad, vagy itt most már eljutottunk oda, hogy egy kicsit társadalmi szinten, vagy a tágabb környezet oldaláról is megvizsgálva, hogy milyen nyomás nehezedik, vagy milyen hátrányok érhetik azt, aki ezt az életformát választja, és nem, itt most már nem a szűk környezetre gondolok, a családra, a párkapcsolatra, vagy a barátokra, hanem a tág környezetre, mondjuk a mai magyar valóságban, amiben benne élünk, és azért tudjuk, hogy hát a mi társadalmunk nem éppen az elfogadásáról híres, és hát hogyha megnézzük azt, hogy milyen különböző kormányprogramok vannak, akkor azok pont, hogy azt élénkítik, hogy az ember házasodjon meg, vállaljon gyereket, lehetőség szerint több gyereket is vállaljon, hogy egy ilyen környezetben mennyire nehéz meghozni ezt az árral szemben úszó döntést? Biztos, hogy nagyon nehéz, de akik tényleg tudatosan gyermektelenek, ők meghozzák. És nagyon sokan pont arról számoltak be, amit te is mondasz, hogy ha csak mondjuk a dolognak a gazdasági vetületét nézzük, azért minden kedvezmény az a családokra, a nagycsaládosokra van kihegyezve, a babávárótól a csókon át egy csomó kedvezményes konstrukcióig, vagy fizetési könnyítésen, vagy például most a hitelmoratóriumot is fenntartják a nagycsaládosok számára, tehát ez januártól is megy tovább. És azok, akik viszont úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyereket, ők ezektől mind-mind elesnek. És az ő első lakáshoz jutásuk az szinte lehetetlennek tűnik. És minden ilyen kedvezményből és támogatásból kiesnek.
És hát nyilván van azért egy olyan narratíva is, amit nagyon sokan sérelmeznek, ami meg egyszerűen amiatt van, ugye, hogy közjogi méltóságok beszélnek arról, hogy ki a magyar, és hogy hány gyerektől, meg hány unokától tekinthetünk valakit magyarnak is. Nyilván, aki nem, egyáltalán nem hozza ezt a feltételt, vagy aki hozza, de mondjuk csak egy gyereket tudott, vagy akart szülni. Tehát ugye ettől azért mindenkinek összeugrik a gyomra, aki nem tud megfelelni ennek a politikai ideának, és ezért ez is egy visszatérő motívum, hogy igen, ahogy te is fogalmazod, hogy árral szemben úsznak, és másodrendű állampolgárnak érzik magukat, és különböző élethelyzetekben, orvosnál, nőgyógyásznál, most ezek a tipikus példák, amik eszembe jutnak, és munkahelyen egyébként, hogy ebből kifejezett hátrányaik származnak, vagy olyan kellemetlen élményekkel gazdagodnak, amivel egyébként nem, hogyha gyerekeik lennének. Most ezen elcsodálkoztam egy picit a munkahelyen, már mint olyan szempontból, hogy én azt gondolnám, hogy az az ideális női munkavállaló, aki megmondja, hogy én nem fog gyereket vállalni, én nem megyek egy esre, én nem esem ki a munkából, úgy lehet rám számítani megszakítás nélkül, mint egy férfi munkavállalóra. De ezek szerint ez nem így van, hogy kapkodnak az ilyen munkavállalók utána a cégek? Én is ezt gondolnám, és az igazság, hogy ez az éremnek nyilván az egyik oldala, tehát, hogy van, aki azt mondta, hogy a munkáltatói örülnek neki, mert valóban nem megy el egyesre, hogyha gyereke megbetegszik, ugye aki nincs, akkor nem megy el betegállományba, tehát valóban van egy olyan vetülete ennek, hogy a munkáltató ennek örül, sőt az egyik nő azt írta nekem, hogy amikor végre elhitték a főnökei, hogy ő tényleg tudatosan gyermekmentes, és tényleg soha nem fog gyereket szülni, onnantól kezdve beindult a karrierje. És aztán persze vannak olyanok is, akik arról számoltak, hogy ez sok múlik a vállalati kultúrán, hogy milyen az a munkai környezet, mert valahol egyszerűen ez nem téma, mert nem illendő róla beszélni, nem tartozik a munkahelyre. De, és akkor van az éremnek viszont a másik oldala, amikor ezt olyan értelemben hátrányként élik meg ezek a nők, hogy mondjuk az előléptetésnél, a kitüntetésnél ők hátrasorolódnak. Amikor arról van szó, hogy a karácsonyi szabadságot kiveszik ki, akkor rendre ők választhatnak utoljára, még megmaradt helyekből. Ugyanez van nyilván a nyári szünetre. Nagyon könnyen, tehát nagyon gyakran megkapják a gyermekfelenek, hogy te ráérsz benn maradni, te nyugodtan tudsz túlórázni, figyelj, helyettesíts már engem, neked úgy sincs senkit, nem kell hazarohannod, nincs gyereked. Tehát még kicsit ugye a nyakukba tolják a túlmunkát. Volt, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy nagyon sokszor a gyerek mögé bújva próbálnak elérni ilyen díleket munkai környezetben. Sajnos az nem tudom, hogy milyen munkahely volt, mert ezt az online kérdőívben olvastam, hogy állásinterjún hangzott el ez a beszélgetés, hogy de eleve el sem szabadna hangozni egy olyan kérdésnek, amivel itt is nyitottak, hogy na is, hogy akkor tervez a gyereket. És akkor mondta az illető nő, hogy hát nem, és akkor, de hogy erről nem szeretne beszélni. És akkor mondta neki a munkáltatója, hogy jó, értem, csak hogy nálunk kizárólag ezen felelősség önkényes elutasítása. Szóval van ilyen helyzet is, és ami még szintén visszatérő, nagyon érdekes, hogy több nő dolgozik az IT-szektorban, ahol túlnyomó részben még mindig férfiak tevékenykednek, és hogy egyszerűen nem értik. Tehát ezek az IT-s fiúk nem egyszerűen tudnak azzal az információval mit kezdeni, hogy van egy nő, aki nem vágyik gyerekre, és aki nem is szeretne szülni, és ezért nem is fog szülni. Nem tudom, hogy erre rákérdeztél-e a kérdőívben, de hogy a férfiak a kritikusabbak, vagy a nők a kritikusabbak ebben a kérdésben, amikor ítélkezésről van szó? Hát azt gondolom egyébként, vegyes a kép, de most, hogyha így visszagondolok a válaszokra,
és egyes interjú alanyaimmal folytatott beszélgetésekre, akkor azt kell mondjam, hogy úgy tűnik, hogy a férfiak a kritikusabbak, hogy az, tehát hogy valahogy náluk nehezebben megy az át, hogy egy nő nem akar gyereket. Nem tudom, mi lehet azok a zárójelben, a saját véleményem, azért egy férfi soha nem megy egy 9 hónapos terhességen keresztül, sem egy szülésen. Azért általában nem a férfi az apa az, aki a gyerek nevelésből, a gyerek körüli rendőkből leginkább kiveszi a részét, tisztelet a kivételnek. Szóval lehet, hogy ők nem tudják, és akkor több interjú alanyom is mondta, hogy és akkor a férfi főnökük hát egy ilyen félórás kis előadást tartott nekik arról, hogy már pedig gyerek kell, ez az élet értelme, ez egy csodálatos dolog, a nőknek ez mindenképpen olyan nincs, hogy egy nő nem szül. És akkor volt olyan interjú alanyom, aki elmondta, hogy és egyébként azzal a lendülettel a főnöke azzal hencegett el neki, egy családos férfi, hogy ők már csak apa és anya, és hogy ő igazából nem érzi már magát annyira jól ebben a házasságban, de hát a gyerekek miatt nem válnak el, ott 3 gyerek van, a feleségére már nem tud nőként tekinteni, úgyhogy ő mindig megtalálja azt, akire nőként fel tud nézni, hát nyilván házasságon kívül. És sőt, ez állítólag bizonyos körökben kvázi státuszszimbólum, hogy család, tehát családapa vagyok, több gyerekem van, van egy házasságom, ez ugye a homlokzat, de azért úgy összekacsintanak a pasik, hogy hát is akkor ki a szerető, vagy kik a szeretők. És ezt azért is mondom, mert ez a lány, akivel erről beszélgettem, nála ez egy nagyon-nagyon erősen meghatározó tényező, hogy ő azt látja a környezetében, és nem kell feltétlenül odáig eljutni, hogy megcsalás, hogy a nők magukra vannak hagyva a gyerek érkezésével. Tehát a férfiak azt mondjuk jó, eljárok dolgozni, de hogy egyébként minden teher a nők nyakába szakad, és hogy ez egy akkora kötelezettség, vagy ez egy olyan nagy vállalás, hogy ő például emiatt sem merne ebbe belevágni. Itt, hogy most szóba kerültek a férfiak, ugye mondtad, hogy volt is kitöltőd, aki férfi volt, és volt interjú alanyod is, aki férfi volt, és úgy döntött, hogy nem lesz gyermeke. A férfiak milyen indokokat soroltak fel, hogy ők miért jutottak arra a döntésre, hogy nem szeretnének gyermeket? A férfiak esetében nem készítettem kérdőívet, tehát hogy ott nem tudok reprezentatív eredményekről beszámolni, tehát velük a leveleik és a velük folytatott interjúk alapján tudom azt megfogalmazni, tehát, hogyha van ilyen, hogy apai ösztönhiánya, akkor talán az ő esetükben is ez állna első helyen. Viszont amit megfigyeltem a férfiaknál, hogy erőszeretettel racionalizálnak. Tehát, hogy mennyibe kerül egy gyerek, milyen drága, egy élethosszig tartó elköteleződés, hogy mi mindennel jár az, és mi van akkor, ha ez történik, és mi van akkor, ha az. És akkor én mindig próbálom akkor, hogy oké, okay, én ezt értem, ezek teljesen valid érvek és tényezők, de hogyha igazából magadba tekintesz, és hogy így őszintén az érzéseidet megvizsgálod, akkor volt-e valaha is, hogy azt érezted, hogy hát azért vágynék gyerekre, és az a helyzet, hogy erre mindig nagyon határozott nem volt a válasz. Ezért gondolom, hogy az ő esetükben ez a késztetés, vagy ez a vágy egyszerűen nincs meg a gyerekre, és aztán persze erre rájöhet még az anyagi vonzat, aztán a környezetünkért való aggodalom is például. Ugye említetted, hogy még nyitva van a kérdőív, tehát még most is ki lehet tölteni. Hol lehet kitölteni, meg majd én is belinkelem a videó alá, hogyha esetleg valaki most nézi az adást, és kedvet kap, hogy ő is elmondaná a véleményét. Igen, ez a közelítő.hu weboldalon található, ott van egy projekt felhívás, és abban van a link feltüntetve, arra kattintva ez bármikor kitölthető, szerintem maximum egy 5 percet vesz igénybe. És ha jól tudom, akkor neked van egy olyan terved is, hogy ennek a kutatásnak a tapasztalataiból egy könyvet írsz. Ez hogy áll most ez a projekt, vagy megvan-e már esetleg a fejedben, hogy mik lesznek a különböző aspektusok, fejezetcímek, hogy fogod körbejárni a témát?
Igen, nagyjából megvan. Mindenképpen arra fogok törekedni, hogy a kutatás eredményét ne nagyon szárazon, ne csupa infografikával, meg százalékban adjam meg. De azért ez még nem kiforró, tehát nyilván itt a kiadónak és a szerkesztőnek is azért lesz. Tehát együtt fogunk gondolkodni arról, hogy nézzen ez majd ki, és hogy az interjúkat váltják odaillő infografikák akár, vagy a kérdőív alapján levonható következtetések, és az is a terv, hogy ugye hogy az interjúkhoz kapcsolódóan a kérdőívben adott válaszokat is be fogom idézni, illetve amit egy cikkben úgy fogalmaztam meg, hogy ez a child free bingo, hogy mik azok a sablonok, vagy gyakran elhangzó mondatok, amiket a gyermektelenek fejéhez vágnak, amiből említettem néhányat, hogy már pedig gyerekkel, meg nem vagy te normális, meg kinyitja rád az ajtót öregkorodban, és a többi. Tehát erről is fogok egy ilyen listát közölni. Illetve amikor ugye arra kérdeztem rá, hogy milyen következményei voltak a döntésüknek, hogy milyen pozitív és negatív, és hogy mik azok, amik leggyakrabban elhangzanak, mint pozitívum, és mi az, amiről a legtöbben negatívumként számolnak be, annak ellenére, hogy egyébként a döntésük mellett legalábbis most kitartanak. Látod-e már, hogy nagyjából mikor fog megjelenni, vagy ilyet még ne kérdezzek? Ne kérdezz valamikor jövőre, reményeim szerint. Jó lenne nyáron, de ez nyilván is több tényezőtől is függ. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és úgy szoktuk zárni a beszélgetéseket, hogy még egy utolsót kocintunk, és mindig a vendéget szoktam megkérni, hogy ő mondja a toastot. Úgyhogy most téged kérlek, hogy mondj valamit, hogy mire emeljük a poharunkat. Erre nem készültem, de akkor megpróbálok valamit most így improvizálni. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a műsorba eljöhettem, és hogy tudtuk ötvözni a borral kapcsolatos gondolatainkat, és talán egy ilyen komoly vagy fajsúlyos témát azért meg tudtunk úgy beszélni, remélem, hogy ez élvezetes volt. És amit én kívánok, vagy amit én szeretnék, és az egész kutatással, meg a könyvvel kapcsolatban is, az az én legfőbb célkitűzésem, ami a közelítőnek is a szlogenje, hogy ismerjük meg ezt a jelenséget, ismerjük meg ezeket az élettörténeteket, mert egyébként tényleg iszonyú érdekes, ugye egy 40 életutat végig beszélve, hogy számtalan módon el lehet jutni oda, hogy egy nőnek nincs gyermeke, vagy úgy dönt, hogy nem szeretne gyereket, és hogy attól önmagában, hogy valaki egy ilyen döntést meghoz, ne ítéljük meg, ne ítéljük el, próbáljuk megérteni az ő motivációit, és egyébként, ami számomra nagyon sokat adott ebben a kutatásban, hogy egészen elképesztő gondolatokat fogalmaztak meg, ami még nekem sem jutott eszembe, vagy egyszerűen amin elgondolkodtam. És igazából ez az elfogadás és tolerancia. Akkor igyunk erre, szerintem erre nagy szükség van, elfogadásra és toleranciára. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást. Egészségedre.